Magyar Katolikus Rádió. Örömhír mindenkinek! János korcsolyázik a tarlón. Az ilyesmi szokatlan foglalkozásnak tetszik, pedig ez így van, ez ellen nem lehet semmit sem tenni. Jóval aratás után való idő lévén nem is lehet másként. Nagyon szeretem Tömörkénynek az írásait, mert ő ugyan alföldi, én meg Dunántúlon születtem, Szekszárdon, és egy Tolna nevű kisvárosban nőttem föl, de mivel iparosok voltak a nagyszüleim mind a két ágon, és háztartást vittek, állatokat neveltek, szőlőjük volt, tehát a Tömörkény, amiről ír, az alföldi tanyavilágról, az nem áll tőlem olyan messze, úgyhogy nagyon sok közös pontot találok azokban a történetekben, leírásokban, amikről ő a novelláiban beszél. Szeretem a stílusát, amilyen finom iróniával kezeli az alakjait, meg ahogy írja a dolgokat. Csak egy példát hadd mondjak, az egyik novellájában ugye a tarlón való korcsolyázásról ír. Na most ez nekem abszolút gyerekkori élményem. A tarló azonban nem süt, azon lehet haladni mezitláb is. Ez kellemes és hasznos is, mert a csizma nem kopik. Teljesen más színészi jelenlétet igényel a színpad, és teljesen más egy mikrofon előtt csak a hanggal. Ugye a színház világában főleg most az a trend, hogy ne játsz, ne színezz, ne játsz. Csak jeleníts meg a szöveget a mikrofon előtt, meg pont az a lényeg, hogy igenis játsz, hogy a hangoddal ki kell fejezni azokat az érzéseket, gondolatokat, amik benned vannak, amit a szöveg igényel. Ez nevezetes férfiú, ami a titulusaiból is látszik, mert akire ennyi gúny név ragad, annak furfangos embernek kell lennie bizonyosan. Nem tartom jónak, hogyha elvesznek régi gondolatok, ha elvesznek régi szokások, ha elvesznek régi érzelmek. Én azt gondolom, hogy haladni úgy lehet, ha tudom, hogy mit haladok meg. És azért az sem baj, hogyha az ember a meghaladott dologhoz van valami érzelmi köze.